Ma este az És mennyi szerelem 63. előadása van. A darabot Neil Simon írta, a témája hogy-hogy nem a szerelem, a szereplők Oroszlán Szonya, Csányi Sándor és én. Ez a darab a szerelemről, vagyis pontosabban a szerelem születésének a pillanatáról szól valójában. Te hiszel a szerelemen első látása, vagy azt gondolod, hogy inkább ez egy folyamatnak az eredménye, amikor az ember csak, egyszer csak eljut odáig, hogy szerelmes lesz? Biztos, hogy ez a szerelem születésének a pillanata az inkább kémiát jelent nálam legalábbis, hogy van egy első szimpátia és egy vonzódás. A szerelem az szerintem, hogy az igazán őszinte is mély legyen, az egy sokkal hosszabb folyamat. Ó, mennyi vágy kavargott a színes neon fényben, és mennyi szerelem a szívünkben. Vigye a kezét a mennyasszony vállamról. Ja. Az ellentétek vonzzák egymást? Mindenki azt mondja, szerintem nem. Én nem hiszek ebben. Én azt gondolom, hogy akkor jó, ha két ember hasonló, és hasonlóak az érdeklődési kör, hasonló a biológia, szóval minden a célok, a tervek, az ízlésvilág. Szerintem akkor harmonikus egy kapcsolat. Hát tegyünk biológusig ma este. A történet San Franciscóban játszódik, ahol Andy és Norman a Balhé című folyóiratot szerkesztik, írják, gyártják egy legénylakásban, amelynek most minden apró részletét megmutatjuk. Nos. Ez egy igazi ceruza, ez igazi ceruza hegyező, ez pedig egy igazi írógép, és hogy mit rejt egy igazi emelet, azt megnézzük. A darabban ez az én szobám. Meg is lehet nézni egy igazán kedves Albert Einstein képpel feldíszített szoba, de hogyha beljebb jövünk, akkor láthatjuk, hogy nem éppen lakályos. Viszont van benne egy csodálatos és pazar távcső, melyet bármelyik professzionális kukkoló megirigyelhetne. Ezzel bámulom Szonyát. Minden reggel figyelem távcsőre, ahogy fut, hogy elérje a buszt, és aztán figyelem este, amikor hazaért. Ez a színpad felülnézetből jó pár jelenetben megfordulok itt fent, úgyhogy nagyjából ezt látom, és természetesen a közönséget, ott a függöny mögött. Ezt a lépcsőt pedig úgy uszkve 400-450-szer használom a darab folyamán, nagyon kell vigyázni, hogy az ember le ne pottyanjon. Ez az igazán impozáns kétszintes díszlet valójában a malásszínház színpadának csak a töredéke. Ugyanis a San Franciscói legénylakás mögött már itt várakozik József és a színes szélesvásznú díszlete. Szimatonok. Nem bírom a szagolgatnak. Mondja meg neki, hogy ezt szagolgasson. Norman, nem szagol. Foglaljon helyet, üljön le, és beszéljük meg. Legyen letőzik. Azt mondom, ne tegye. Én nagyon erős vagyok. Na ezért is örülök, hogy ide költözött a szomszédba. A te szereped ebben a darabban egy igazán kemény, konzervatív lány, tele erős tulajdonságokkal, a rendszeresség, a rend szeretete. Ez közel van hozzád? A rend szeretete nagyon, ez borzasztó. Én nagyon, nagyon szeretem a rendet, én azért igen, intenzíven takarítok, hogy úgy mondjam, de nem vagyok annyira konzervatív, mint ez a lány. Nem vitás, hogy neki van a legpompásabb fülcipája az egész világon. Na végre dolgozom, mutasd, mit írtál? Adonis Terra a Mortale Ternus. A sajtó recept? A darab bizonyos pontjain cudarul kell kalapálnom az írógépnek a billentyűzetét, de a való életben ezt te sokkal jobban műveled. Ezért szoktam neked üzeneteket írni a papírra az írógépen. Na hát ezért érdekes színésznek lenni, hogy az ember nem árulja el, hogy mi mindent tud, és inkább elrejti azt. Átadja másnak. De ezt honnan tudod? Én még a középiskolából tanultam 4 évig gépelni, és onnan hoztam ezt magammal, ezt a kis titkos... Kis, mi ez? Csodámat? Ez egy csoda egyébként. És vakor is csinálom, és te mindig meglepődsz. És ez olyan jó. Ma is megfogok.